A rendezvényen 1000 adag sült hal került kiosztásra. A Vármegyénkben élők identitásának alapja a helyi közösségek által megőrzött és átadott hagyományokon nyugszik. Így van ez Tiszaderzsen is. A rendezvényen részt vett Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi miniszter, Huba Imre, a Jászlóskun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, és Fótosné Ceglédi Zsuzsanna, Tiszaderzs község polgármestere. Gyorsan eltelt ez az egy év, és újra önöket köszönhetem itt a színpadon, a színpad előtt, és örülök annak, hogy minden évben a főzőcsapatok visszatérnek hozzánk, és új csapatokkal is bővül a főzőknek a társasága. A mai rendezvényen 8 csapatot köszönhetünk, és 8 csapatnak kóstolhatjuk meg a finomabbnál finomabb halételeit. Mindenképpen meg kell említenünk, két hónappal ezelőtt még kérdéses volt, hogy hogyan tudunk kárásznapot rendezni, hogyan tudjuk a tiszaderzsiek és az ide látogató turistáknak megmutatni, hogy milyen is nálunk a kárásznap. De a Vármegyei Önkormányzatnak köszönhetően, és Varga Mihály pénzügyminiszter úr támogatásának köszönhetően újra itt lehetünk, és köszönhetjük vendégeinket, szórakoztathatjuk az ide látogatókat, az itt élőket. A tiszatavi gasztrokulturális eseményen a környező településekről származó és a hagyományos halételek sütésének és főzésének áldozó csapatok is összemérhették tudásukat. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre vármegyei közgyűlési elnök közösen köszöntötték Székelyderzs község delegációját a két település testvér településé válása alkalmából is. A rendezvényen felléptek többek között Olá Gergő és Aúd Csilla is.